Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Sajnos a második sikeres holdra szállást végrehajtó Apollo 12 expedíciójával kapcsolatban nem maradt fel hasonló, jelentőségteljes mondat, pedig a történet itt is érdekes. Az Apollo program az Egyesült Államok második emberek részvételével végrehajtott űrprogramja, amely 1961 és 1972 között zajlott. A program célja kettős volt. Fő célként az ember holdra juttatása fogalmazódott meg, mögöttes politikai célként pedig a hidegháború által életre hívott űrverseny megnyerése. A fő célt 1969. július 21-én az Apollo 11 űrhajósainak a holdra lépésével sikerült teljesíteni. Őket még további 5 űrhajós páros követte. Az Apollo 12 pontosan 49 éve indult útjára, és ez volt a második expedíció, amely nem csak eljutott a holdig, de le is szállt a felszínén. Ekkor kísérletezték ki a hajszálpontos leszállást, amely minden későbbi geológiai kutató expedíció alapjának számított. Érdekesség, hogy a küldetés már a startnál kis hiány katasztrófába torkolt. Az időjárási helyzetet rosszul felmérő irányítás, annak ellenére engedélyt adott a startra, hogy az űrrepülőtér felett egy időjárási front haladt keresztül. Az emelkedő rakétába a repülés 36. és 52. másodpercében villám csapott. Szerencsére az eset az űrhajósokat nem érintette, de annál inkább az űrhajót. A tényleges holdra szállás sem volt zökkenőmentes. A hajtómű sokkal több port vert fel a felszínről, mint amire számítottak, így a pilótáknak lényegében vakon kellett leszállniuk. A landolás sikerült, a holdkomb azonban a célként kijelölt Survivor szondának háttal állt meg a talajon, így az űrhajósok nem tudták megerősíteni, hogy sikerült-e a küldetésük alapvető célkitűzése. Erre pár órával később került sor, amikor az egyikük végre kimászott a holdkombból, és első ténykedéseként megkerülte azt. A visszahozott minták között ez a repülés szolgáltatta a legmeglepőbb felfedezést. A kamera tömítő gumigyűrűjében földi baktériumokat találtak. Félreértés ne essék, ez nem azt jelenti, hogy a holdról eredeztethető a földi élet. A legvalószínűbb magyarázat, hogy összeszereléskor az egyik technikus rátüsszentett az eszközre, és a baktériumok túlélték a szonda hősterilizálását, valamint még további 31 hónapig a holdon uralkodó zord körülményeket.